Tavaly még, mint a normális kerékvágásban, így dolgoztak a feladatlapokon a diákok az érettségi időszakban. Idén azonban rendhagyó módon zajlik a fejtörés. A Győri Révai Miklós gimnáziumban jártunk, mint mindenhol, itt is szigorú szabályokat betartva dolgoztak a végzősök. Stábunk a szigorú előírásoknak eleget téve, a most zajló munkába nem nyerhetett betekintést. Fél kilenckor elfoglalták a helyüket, megtalálták az asztalukon a védőfelszereléseket. Nagyon örültem neki, úgy láttam, a gyerekek is örömmel voltak egymás iránt, keresték az ismerős arcokat. Nem nagyon szerettük volna, hogyha azért csoportosulások alakulnak ki, ezért itt az iskolai téren is voltak kollégáink, akik kérték, hogy ezt inkább ne csinálják. Nyugodt körülmények között kezdődött el, azt gondolom, az érettségi, amennyire nyugodtak lehetnek ilyenkor a körülmények. Az intézmény igazgatója hozzátette, mint ahogyan az lenni szokott, hétfőn reggel a magyar vizsgákkal vette kezdetét az idei tanév érettségi időszaka. A szövegértési feladat egy kódex másolással, hogy milyen módszerekkel, mire készítik a kódexeket a középkorban, ezzel volt kapcsolatos. Az érvelésnél egy számomra nagyon kedvező, mert a sportot szeretem, téma volt. A szabadidősport, az élsport mellett mondjunk érveket ellene, hogyan és miként alakul. Itt van a másik téma, amit lehetett választani, az egészséggel kapcsolatos. Sajnos ennek az aktualitása az elég nagy ma. Megtudtuk, idén a vírusnak köszönhetően nagy változás a korábbi szabályokhoz képest, hogy nem kötelező szóbeli vizsgázniuk a diákoknak. A tárgyak többségénél írásbeli és szóbeli vizsga is van a klasszikus esetben, most azonban az idei érettségnél leginkább írásbeli része van csak. Néhány olyan tantárgy van, ahol nincs írásbeli, például a testnevelés tantárgynál, ott nyilván szóbeli érettségek lesznek majd, illetve azok a diák, akik valamilyen ok miatt mentességet kapnak az írásbeli alól, nálunk például matematikából van egy diák, aki mentességet kap, ők fognak szóban érettségizni. A végzősöknek a bosszantó vagy a megnyugtató eredményekre még egy hónapot kell várniuk.